Fogom magam és elmegyek, és volt gyerek, és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elfutok, és valahová eljutok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattuk majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek. Meglátjátok egyszer, világgá megyek. Hát jó. Tudom, hogy én csak rossz vagyok, de sírtok majd, hogy hol vagyok. Kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Online kapcsoljuk Wolf Katit. Szia! Sziasztok, jó estét! Hát megmondom őszintén, hogy volt egy olyan érzésem, hogy még fogunk hallani tőled egyszer egy gyermeklemezt. Na de miért éppen most jött el az ideje? Igen, az édesapám, ő zeneszerző volt, Péter, és őnek is ez volt az érzése már jó ideje, és mindig kérdezi tőlem, hogy mikor csinálunk egy gyerekanyagot, és ezt mindig toltam magam előtt, hogy nincs időm, nem érek rá, hagyjál békén majd, ha nem tudom én, hogyha lesz időm, és kitört a Covid, és egy hónapban kopogtatott az apám, hogy most van időd, és írt egy teljes lemezanyagot, ugye az összes dalnak ő a zeneszerző, és Fábri Péter a szövegírója. Elkészítették az egész lemezanyagot, leültettek, és eljátszottak egyszer a zongorán, és én, hát én nagyon-nagyon-nagyon beleestem azonnal, és akkor mondtam, hogy akkor csinálhatjuk, hogy tulajdonképpen felhasználtuk, igen, ezt a kényszer pihenőt arra, hogy alkottunk. Péter, milyen szövegeket írt ehhez a lemezhez? Milyen történetek elevenednek itt meg a dalokban? Az a címe, hogy Gyerekszáj, és valóban a sztoriknak a... Ezek nem mese sztorik, hanem ezek létező történetek. Körülbelül a fele a daloknak az valóban megtörtént ilyen gyerekduma, így a szerzők, meg az én ismertségi körömből. És egyáltalán az összes az ilyen mindennap megtörtént dolog, ami a pici gyerekekkel megtörténik. Tehát ez alapvetően egy olyan gyereklemez, ami... szerintem a kisgyerekeknek és az ő szüleiknek, nagyszüleiknek való. Tehát azt tudom elképzelni, hogy otthon, nem tudom én, rajzolgat a kicsi, és akkor közben szól ez, és nem őrül meg anyuka se a gyereklemeztől, és közben a gyerek is egy minőségi anyagot kap. Szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy ugyan gyereklemez, de hogy a gyerekekhez is úgy kell szólni. Nem hülyék, csak gyerekek. Tehát nagyon édesek a dalok, huncutak, néha komolyak, elgondolkodtak, vagy zsiványak, szóval, hogy viccesek, sokféle dolog van, de mind ilyen kisgyerekes sztori. Miért éppen ehhez a dalhoz készült az első videoklip a lemezről, és kinek a munkája? Nem is tudom, hogy miért ehhez kész. Ja, igen, olyan dalt szerettünk volna kihozni, ami vidám, meg vicces, és talán ez volt az, amihez mindenkinek volt sztoria, tehát mindenki elindult világgával, amikor akárhány évesen, valaki csak 50 évesen kezdett világgával, de általában azért minden gyerek nekilódul, és ezért ezt a dalt választottuk. Török Daninak a munkája, a klip, egy fiatal srác, akit megtaláltunk, és akinek az ővé volt az ötlet tulajdonképpen, hogy ezzel a stop motion technikával vegye fel a klipet, meg mit lehet a karantén alatt, bejárt a Budapestet, és nem akartunk gyerekszereplős klipet, hanem valahogy máshogy akartuk szemléltetni azt, hogy egy kisgyerekről van szó, és akkor kitaláltuk ezt, hogy egy cipőcske indul el otthonról, és akkor ő megy végig a városon, meg mindenhol. De nagyon aranyos lett. Mit szóltak a gyerekeid, amikor megmutattad nekik a dalokat? Ugye a gyerekek nagyon őszinték, úgyhogy nem igazán tudják palástolni, ha valami nem tetszik nekik, ugyanakkor nagyon ki tudják mutatni, vagy nagyon látszik rajtuk, hogyha valami betalál. Na, ők mondjuk, hogy ők voltak az első tesztalanyaid?
Abszolút, és általában ők a dalaimnak az első tesztalanyai, mert nem csak ezt a gyereklemezt mutattam meg nekik, hanem egyébként mindig minden dalommal leültettem őket, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, és el is szoktam várni, hogy őszinte véleményt adjanak. Ők ennek a gyereklemeznek a, hogy mondják, a célközönségéből kinőttek, mert ők már egy kis és nagy kamasz, 11 lesz a kisebbik, ugye 15 a nagy, úgyhogy nem ők a célcsoport, és ennek ellenére azt mondták, hogy szuper cuki a lemez, és hogyha ha óvisok lennének, akkor nagyon csípnék és hallgatnák. Tehát ők már másféle zenét hallgatnak. Az nagyon fontos, hogy ilyen minimál hangszerelésű a lemez, tehát egy gitár, Dajka Krisztián, ő az én gitárosom, ő játszik rajta, Hárs Viktor basszusgitár bőgő, és az apám egy kicsit belekrimpirozik, de ennyi. Tehát, hogy ilyen nagyon kis finom, nagyon minimál az egész lemez, és tényleg úgy vettük föl, hogy bevonultunk együtt egy stúdióba rajta, és vettük. Tehát én is sose vettem még föl így egész lemezanyagot, hogy tudod, nem darabonként, meg verszakonként, meg refrénenként, mert az ember csomószor úgy veszi a lemezeket, hanem gyakorlatilag szinte az összes számot úgy vettük fel, hogy egybe. Tehát elindultunk, az elején nem álltunk meg, és a végéig, és az úgy szól, ahogy ott a zenészek meg én előadtuk. Nagyon nagy élmény volt. Hogyha csak mondjuk egy albumot kéne mondanod, vagy egy lemezt, van olyan kedvenc gyereklemezed, amit mondjuk akár gyerekként szerettél, vagy akár a gyermekeiddel együtt szerettél hallgatni? Hát nekünk abszolút, tudok, igen, nekünk a Grillusnak a Maszkabál című anyaga volt az abszolút über favorit, tehát hogy azt pippi hallgattuk a gyerekekkel, és ezt én is úgy hallgattam felnőttként, hogy sose untam meg, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Szerintem fontos, hogy olyan gyerekalbumot hallgasson a gyerek, ami tényleg, amit meg tud hallgatni, vagy szívesen hallgat a szülő is. És egyébként a visszajelzések alapján azt tudom mondani, és azt szerintem egy nagyon szerencsés dolog, vagy reméltük, hogy így lesz, hogy ugyan gyerekeknek szóló, meg gyerek történetekről szóló anyag, de hogy egy csomó felnőttbe visszahozta a saját gyerekkorát. Jaj, én is mikor elszöktem motorról és világemeltem. Ja, vannak rajta ilyen szép dalok, tudod, ilyen kis téli, meg nem tudom, szóval, hogy egy csomó rögtön privát sztorik jöttek vissza, kivel mi történt meg. Úgyhogy azt remélem, hogy valahogy így mindenkibe így betalál egy ilyen, vagy vele történt gyereksztorit, vagy a saját gyerekével, unokájával talál egy olyan dalra, ami, ja igen, ez enyém is utál fürdeni, és van egy ilyen dal, hogy utálok fürdeni. Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél az albumról. Én is köszönöm szépen, hogy felhívtatok.